Sziasztok! A macska kiállításról jelentkezünk, beszéltünk tenyésztőkkel, láttunk nagyon pici citákat, illetve láttunk hatalmasokat. Arra lennénk kíváncsiak, hogy nektek ki tetszett a legjobban. Őt Mr. Binksnek hívják, egy amerikai kunkorűfülű, American Curl hivatalosan a fajtája. Teljesen egyedülálló ez a dolog, 30 évvel ezelőtt alakult ki, akkor fogták be az első ilyen cicát. Belőle összes kettő van az országban, nemrég megérkezett a lány barátja, vagy barátnője, akikkel majd remélhetőleg együtt fognak családot alapítani. Várhatólag 2010 végén. Dieselnek hívják, egyébként Andrew Catsteo, éves és 4 hónapos. Hát a fajta jellegzetessége, hogy általában a kandúrok azok a 8 és 10 kilót elérik. A testhossza az körülbelül, mindjárt megpróbálom megmutatni. Ez körülbelül így néz ki, kinyújtva, de hát azért ő még nőni fog ehhez képest. Hát ő King Louis von Sonnenkinden, és másfél éves kandúr, Németországból lett behozva, vörös és nagyon szép. Szia, megkérdeztetem, hogy ő kicsoda és mi történt vele? Ő egy Sphinx cica, egy házi cicának született 1960-ban Kanadában. Csupasz kis cica, és ezt tenyésztették tovább. Mi történik, hogyha ő nyáron napra kerül? Lebarnul. Kérdeztetem, hogy mit csinál ő kelmével? Ő vele? Hát éppen a bestie show-ra fogjuk felkészíteni, és azért egy picit ugye, hát mivel ez make-up verseny, igen, hát egy picit csak javítunk a stílusán.